Még nagyon kisgyerek volt, amikor már az újonc kategóriában az első három közé tartozott országosan a legtehetségesebb pingpongpalánták között Nikos Kizakis. Azóta csak fejlődött a kisrác asztali tenisz tudása, amit volt NB2-es játékos édesapja Georgis Kizakis is aktívan segít. Akad azért egy-két hozzá hasonlóan nagy tehetségű riválisa a kis Nikosnak, így az újonc bajnoksága mindig nagy csatát hoz az országos döntő az aranyért. Sokszor idősebb, magasabb, erősebb fizikú versenyzők ellen kell megküzdenie. A 13 éves Nikos azonban mindezek ellenére 2020 újonc bajnokának valhatja már is magát. Lej Balázs volt a döntő ellenfelem, és ő nagyon erős, végig oda kellett figyelni, és nagyon szorosan, de meg tudtam verni. Abban tudtam nyerni, hogy nagyon ott voltam fejbe, és hogy nem tudott kizökkenteni. Az édesapa folyamatosan részt vesz és részt kíván venni ezután is az ifjú tehetség felkészítésében. Akkor is, ha a válogatottnál van, lesz jelenése a fiának. Nincs is ebből konfliktus, mint oly sok esetben a közelebbi, illetve távolabbi múltban más családok esetében. A szakmai munkának a 90%-a amúgy is szexárdon zajlik. Az edző édesapa azonban némiképpen kritikát fogalmazott meg az eddigi keretedzésekkel kapcsolatosan. Ez nem 2 forintba kerül, hogy felutazzak Pestre, vigyem fel a gyerekemet, és tulajdonképpen elvárom azt, hogy elmegyünk egy válogatott edzőtáborba, akkor csak fölfelé pingpongozom, mert jelen pillanatban szexárdon csak lefelé pingpongozik, tehát ő nem játszik jobbakkal. Kizakis Georgis azt mondja, ütőerőben, úgy általában fizikálisan előrébb tarthatna a fia, ha komoly ellenfelekkel készülhetne hétről hétre, de nincs így. Éppen ezért nagyon örül annak a lehetőségnek, amit az NB2-es Bonyhádi Vasas kínál számukra. Nikos ugyanis első számú játékosa a felnőtt bajnokságban szereplő csapatnak. A legutóbb is 4 győzelemmel és nagyszerű játékkal járult hozzá a Bonyhád győzelméhez a Gyenes Diás elleni hazai bajnoki meccsen. Te a fiam, hát sajnos ütőerőben még mindig le van maradva a korosztályától, és elmondtam neki, hogy neki 10-20 centire, ha hátra megy az asztalt, az neki már nagyon-nagyon sokat számít, és neki asztal közelből kell megoldani ezeket a játékos elemeket, jó szervával, asztal közül gyors fonákkal is, és gyors tenyeressel. Én elmondtam neki, hogy az NB2 az nagyon jó felvezetés, mert tulajdonképpen itt, ha oda teszi magát igazán, és mindenkit úgy próbál megvenni, hogy elmondom neki, hogy tisztelőből játszom, és mindenkit annyira veri meg, amennyire tudja, akkor ez neki nagyon-nagyon jó edzés, és nagyon jó fejlődés ez az NB2. Fontos, hogy az asztal közeli játékban is, amiben az ázsiai országok, elsősorban a kínaiak lepipálják az európaiakat, de a világot is, fejlődjön a kis Nikos, aki már játszott olyan nemzetközi bajnokságon, ahol ázsiaiak voltak az ellenfelei. A magyar srác eljutva a 16-ig több mint helyt állt ellenük is a franciaországi korábbi versenyen. Nagyon más, mert nem olyanok, mint az európaiak, teljesen jobbak. A szekszárdi asztali tenisz tehetség sajnálja, hogy nem lehet ott Olaszországban azon a nemzetközi versenyen, ami a többi sportversenyhez hasonlóan a koronavírus járvány miatt elmarad. A serdülőknek kiírt Moac kupa, ahol a ranglista vezető Szántosi Dáviddal is összekerülhet, bizonyára némiképpen kárpótolja majd az elmaradt olaszországi utért.